Köszöntöm a Székelyföld magazin nézőit! Mai műsorunkban Hargita megyei eseményekről számolunk be. Hol van az író hazája? Erre a kérdésre keresték a választ az idei író találkozón. Felújítják a Maroshévízi Zsákhegyi temetőt, jó úton lehet megközelíteni Én lakát, és idén is volt Parajdon töltött káposzta fesztivál. Vázlatosan ezek a mai témáink. Ha tehetik, tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Bővítik a villamos hálózatot Gyergyócsoma falván, hulladéktárolók területét veszi át és adja vissza a természetnek a megyei tanács. Mindezekről legutóbbi ülésén döntött Hargita megye tanácsa. Szeméttelepek és átrakó állomások területét veszi ügykezelésbe Hargita megye tanácsa, döntötték el a szeptember 23-ai soros ülésen. A testület határozata értelmében 9 szeméttárolót szüntetnek meg szerte a megyében, hogy azokat rehabilitálják és visszaadják a természetnek. A szeméttárolók átvétele része az Európai Uniós forrásokból megépülő regionális hulladéktároló létrehozásának. A határozat nyomán több ezer négyzetméternyi területet vesz át a megyei tanács Gyergyószentmiklóstól, Borszéktől, Maroshévíztől, Szentegyházától, Székelykeresztúrtól, valamint Koronttól. A szeptemberi tanácsülésen 2 napirendi pont a jégkorong támogatására vonatkozott. A megyei tanácsosok elfogadták a Csíki Jégkorong önkormányzati fejlesztési társulásnak átutalt 2014-es tagdíjat, amely 50 ezer lej. A testület elfogadta ugyanakkor a Gyergyószentmiklósi műjégpálya felújításának műszaki tervét, valamint a kivitelezési részlettervet. A közbeszerzési eljárás befejeződött, ennek megfelelően pedig szeptember 29-én hétfőn megkezdik a jégpálya rendbetételét. Több napirendi pont is a kisfalu keretprogram módosítására, valamint újabb munkálatok megkezdésére vonatkozott. Ennek megfelelően a megyei tanács idei költségvetési megtakarításaiból a kisvillany, valamint a kisvízprogramra különítenek el összegeket. A szeptemberi tanácsülésen elfogadták a Gyergyócsomafalvi Akadán utcai villanyhálózat bővítésének technikai, gazdasági dokumentációját, így ott még idén befejezik a munkálatokat. Ugyancsak jóváhagyták a Madarasi Hargitára vezető villamos hálózat újabb 400 méterrel történő bővítését. Ezen a tanácsülésen több témakör mentén hoztunk döntést, összesen 37 napirendi pont került megtárgyalásra. Itt kiemelni azt, hogy lehetővé tesszük az újabb uniós pénzeknek a Hargita megyében való jövetelét, hisz a víz csatorna rendszer felújítására, a környezetvédelmi strukturális tehát a program keretében elfogadtuk a mestertervnek a módosítását, és hát arra törekedtünk a mai tanácsülésen, hogy ott, ahol kell igazítani egy-egy intézményünk tevékenységén, azt oldjuk meg, oly módon, hogy a tevékenység zavartalanul tudjon működni tovább, akár kibővülve, mint például a speciális oktatásban a befogadási, felzárkóztatási központok létrehozásával, illetve hát a többi intézményünknek is igyekeztünk rendbe tenni, az élet alakulásához igazítani a szabályozást. Ugyancsak a kisfalvakon élők életkörülményeinek javítására szolgál az Engage uniós projekt, amely révén a szélessávú internet elérését teszik lehetővé az elszigetelt településeken, az erre vonatkozó korábbi tanácshatározatot módosítják, a projektet így 54 ezer euróból bonyolítják le. Hargita megye tanácsa szeptemberi soros ülésén fogadta el azt a határozatot, amelynek értelmében a Bélbori, valamint az Oklándi Speciális Iskolát felzárkóztató központtá alakítják át. Mindamellett a Hargita megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság ügykezelésébe adták át a Csíkszentmártoni Szociális Központot, valamint a Tölgyesi Pszichiátriai Kórházat. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem diákjai ingyenesen használhatják a megyeháza épületében található 14-es számú termet, valamint a földszinti amfiteátrumot. Szavazták meg egyhangulag a megyei tanácsosok. Az egyetem épületének felújítása miatt a megyei tanács épületét, mint közhasznú intézményt vehetik igénybe az egyetemisták. A napirendi pontok között szerepelt Hargita megye tanácsa 2014-es költségvetésének módosítása is. A most elfogadott határozat kizárólag bizonyos összeg átcsoportosításáról szól.
Borbój Csaba, a megyei tanács elnöke arról tájékoztatta a testület tagjait, hogy a tényleges költségvetés módosítást rendkívüli tanácsülésen fogadják el, amely tartalmazza a kormány által korábban az árvízkárok enyhítésére odaítélt támogatás szétosztását. Akkor döntenek majd az országos településfejlesztési programból származó Hargita megyei utak fejlesztésére szánt összegek leosztásáról is, amelyet Viktor Pontán miniszterelnök, valamint Liviu Dragnea és Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes szeptember 11-i látogatása alkalmával aláírt szerződésbe foglaltak. Hol van az író hazája? Ez az a kérdés, amely köré idén az író találkozó és a tanácskozás szerveződött. Jeles Magyarországra vagy még nyugatabbra, nem egy esetben kényszeresen áttelepült írókat kérdeztek a valóságos honosodás lehetőségéről, fény és árnyoldalairól, az írói kibontakozásról, sikerekről és kudarcokról. Rendhagyó módon Borzonton rendezték meg az idei szárhegyi írótalálkozót. A Hargita kiadóhivatal és Hargita megye tanácsa által szervezett találkozóra erdélyi és magyarországi írókat, költőket hívtak meg, akik szeptember 25-e és 27-e között arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol van az író hazája. Hát ennek hagyományosan a Gyergyószárhegyi találkozó lett volna ez, ugye? Már visszamenőleg nem is tudom pontosan, hatodik alkalommal találkozunk, most már két évenként. És hát mint minden ilyen író találkozónak ennek is az a célja, hogy összehozza egy kicsit az itteni írókat, a magyarországi írókat. Jelesen most ennek az, hogy a Magyarországra kitelepedett erdélyi írókat megkérdezzük, és beszámoljanak arról, hogy hol van igazából a magyar író hazája. Főképp annak az írónak hazája, aki egy-két évvel ezelőtt, vagy akár 10-20-30 évvel ezelőtt áttelepedett, és hogyan határozza meg most 10-15-20 év után a saját hazáját. A magasban, a nyelvben, a hagyományokban, az emlékekben, vagy akár egy nem tudom mi nyelv fölötti világban. A rendezvény utolsó napján átadták a Csíki László díjat, amelyet 9 tagú szakmai zsűri ítél oda minden második évben. Az előző években Karácsonyi Zsolt és Szabó Róbert Csaba részesült a díjban, az idén Pap Attila Zsolt vehette át a Vízi mozi című verses kötetéért. A díj névadója Csíki László, sepsiszentgyörgyi születésű, a második forrás nemzedékhez tartozó, költő, elbeszélő, drámaíró, forgatókönyvíró, műfordító. Mint minden díj, az ember megtisztelve érzi magát, és jól esik, ezt hiába is tagadná az ember. Minden alkotónak persze nem azért dolgozik, hogy díjakat kapjon, nem azért ír, és nem azért hoz létre művészeti alkotásokat, hogy díjat kapjon érte, de hogyha honorálják, akkor természetesen úgy érzi, hogy megerősítve érzi magát abban, hogy amit csinál, az nem hiába való. A díjat átadó Kelemen Hunor kulturális miniszter felszólalásában reményét fejezte ki, hogy eljön az idő, amikor ismét íróként vehet részt a találkozón. Mivel én az utóbbi időben keveset írok, más felelősségem van, más dolgokkal kell foglalkoznom, és nagy szeretettel teszem, szívesen teszem ezt, ezt választottam jó néhány évvel ezelőtt, és engedjétek meg, hogy néhány dolgot mondjak arról, hogy én hogyan látom ebben a pillanatban kulturális miniszterként, lehet, hogy holnap már nem vagyok kulturális miniszter, de ma még kulturális miniszterként ezt az egész kis történetet. A 90-es évek elején hihetetlenül sok vita volt arról, hogy az államnak milyen szerepet kell vállalnia a kultúra fenntartásában, a kultúra finanszírozásában. Magyarországon is voltak nagy vitafórumok, én magam is több alkalommal ilyen beszélgetéseken részt vettem, itt mifelénk is szerveztek különböző beszélgetéseket, és ugye akkor nagyon sokan abban hittek, vagy legalábbis próbálták azt a képet felrajzolni maguk előtt, hogy az államnak, a kormányzatoknak teljesen ki kell vonulni a kultúrából, az irodalomból, és nem kell semmiféle szerepet vállalniuk a kultúra fenntartásában, finanszírozásában. Ma már, ugye legalábbis ami engem illet, nagyon határozottan azt állítom, hogy Közép-Kelet-Európában, Romániában, de úgy általában Európában, hisz teljesen más hagyományokkal, más tradícióval rendelkezik ez a kontinens, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államok, a kormányzatnak, az államnak a kultúra finanszírozásában nagy szerepet, egyre nagyobb szerepet kell vállalnia. A piaci versenynek nem lehet kitenni a kultúrát, nem lehet kitenni az irodalmat.
A kulturális miniszter elmondta, hogy törvény készül, amely szerint az állam támogatni fogja a folyóiratokat és irodalmi szerkesztőségeket. A politikus szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a lapok fennmaradjanak, színvonalasak legyenek. Bemutatták Csíkszereda energetikai stratégiáját. Az akcióterv az Energiagazdálkodási Ügynökség uniós projektje révén készült el. Hargita megye tanácsának Energiagazdálkodási Ügynöksége a ReCities projekt keretében elkészítette Csíkszereda energetikai stratégiáját, melyet szeptember 29-én mutattak be a megyeházán. Az ismertetőn részt vett Barti Tihamir, a megyei tanács alelnöke, és Bece István megyei tanácsos, Dobos Alpár, az Energiagazdálkodási Ügynökség vezetője, Szőke Domokos Csíkszereda alpolgármestere, valamint energiaszolgáltató cégek és civil szervezetek képviselői. Barti Tihamir és Bece István egyaránt reményét fejezte ki, hogy a stratégia eléri a kívánt célt, és elmondták, hogy a megyei tanács a különféle területek összehangolt fejlesztésére törekszik. Csák László, a stratégiát kidolgozó vállalkozás vezetője, előbb hazai és külföldi adatokkal szolgált az energiafogyasztásról, illetve a hatékony energia felhasználásáról, és elemezte a romániai energiapolitikát. Elmondta, megalapozott a gazdasági és társadalmi összefüggéseket is szem előtt tartó stratégiát alkottak. Rámutatott, hogy Románia jól teljesít a megújuló energiák használata terén, amelynek aránya 25% fölötti, de ez elsősorban a szegénységnek tulajdonítható, illetve annak, hogy az ipari termelés, ennek következtében pedig az ipari fogyasztás is igen alacsony. Ugyanakkor a lakossági elektromos áramfogyasztás szinte irreálisan magas, ennek oka a háztartási elektronikai cikkek tömeges vásárlása és használata. Csíkszereda a romániai átlaghoz sorolható energiafogyasztás terén. Energiahatékonysági szempontból elsősorban is nagyon sok olyan lehetőség van, amit a magánszemélyek, mi, akik Csíkszeredában élünk, egyenként tudunk tenni. Tehát ezek amelyik szobában nem vagyunk, ott lekapcsoljuk a villany típusú, vagy akár a kisebb utakra nem használunk autót, hanem gyalogosan, vagy kerékpárral tesszük meg a busszal. Ezek mindenképpen hozzátartoznak, ugyanakkor a fenntartható energia akciótervnek az egyik legfontosabb eleme az egy hatékony és jó távhő megoldás volna. Tehát egy olyan távhőhálózat, ami helyi energiaforrásra alapul, tehát nem importált vagy érkező, vagy nem érkező földgázra, hanem az itt hozzáférhető biomasszára, ami egy olyan 20-30 kilométeres körzetben nagyon kedvező gazdasági hatással is lehetne a közbirtokosságokra, erdőgazdálkodással, faiparral foglalkozók számára. Ugyanakkor a csíkszeredai lakosok, jellemzően a tömbházakban élők számára is egy jó minőségű, versenyképes, tehát valószínűleg olcsóbb távhő szolgáltatást tudna biztosítani, ahol jó minőség, ellátás, biztonság is hozzáférhető volna. Csák László kitért az épületek okozta betegségekre is. Felmérésükből kiderül, hogy a megkérdezett csíkszeredai közalkalmazottak több mint fele fejfájásra vagy szemszárasságra panaszkodik, ami a rossz épület használatot bizonyítja, e probléma orvoslására átgondolt épületgépészeti megoldások szükségesek iskolákban, hivatalokban és más középületekben. A szakember végül ismertette azt az akciótervet, amely a megyeszékhely széndioxid kibocsátásának 25%-os csökkentését célozza. Ebből 2%-ot jelentene a tömbházak napelemekkel való ellátása, amely 9 év alatt megtérülne. 6%-os csökkentést lehetne elérni azzal, ha a lakosság körében mentalitásváltást szorgalmazó kampánnyal elérnék, hogy kevesebbet járjanak gépkocsival a városban, a kibocsátás 25%-os csökkentését viszont túlnyomó részt a távhő modernizálásával lehetne elérni. Sokat nyomna alatban, ha legalább a középületek kivétel nélkül fűtésrendszerre csatlakoznának, de a lakosság vissza vagy akár új távhőrendszerre való kapcsolódása is üdvös lenne. Ugyanakkor előzetes becslések alapján a távhőrendszerek esetében a gázfűtést vidékünkön kiválthatná a fahulladék, ami egyben helyi munkahelyek teremtését is eredményezné. Az akcióterv programmá formálásának részét képezik további konzultációk, a projekt lebonyolítói szívesen fogadnak minden észrevételt, javaslatot. A dokumentumot alig több mint 2 héten belül benyújtják a városvezetéshez, amely megvitatja azt, annak nyomán pedig még csiszolnak az elképzelésen, majd a helyi önkormányzatban szavazásra bocsátják. 100 évvel az első világháború kitörése után még mindig sok a névtelen sír az elhanyagolt temető a Gyergyói medencében, ahol hazájukért harcoló katonák nyugszanak.
Maroshéjvízen a Zsákhegyi Katonai Temető területének megvásárlásával ezen a helyzeten szeretnének változtatni, lehetőséget teremtve arra, hogy hőseikre méltó módon emlékezhessenek helyiek és messziről érkező zarándokok egyaránt. Ez a magyar katonai temető a magyar népé, sőt az emberiségé. A maroshéjvízi Zsákhegyi temetőben zajló ünnepség egyik szónoka azt mondja, bár az ott eltemetett hősök nagy része magyar nemzetiségű, sok más nemzet katonája is nyugszik Maroshéjvíz közelében. A dr. Urmánczy Nándor Egyesület titkára Círják Károly a bécsi levéltárból és a szebeni evangélikus egyház levéltárából gyűjtötte össze az adatokat arra vonatkozóan, hogy kik nyugszanak a Zsákhegyi temetőben. Ők próbálták rendben tartani a sírokat, fejfákat állítottak, de mivel a temető területe magántulajdonban volt, nem tehettek túl sokat. Most azonban a református egyház Hargita megye tanácsának támogatásával megvásárolta a területet. Hát most, hogy gazdája van a temetőnek, két lépcsős tervünk van, ugyanis nem csak ez a hősök parcellája van megvásárolva, hanem a tulajdonosok gyakorlatilag úgy mentek bele a vásárba, hogy az egész tulajdonukban lévő területet meg kellett vásároljuk, ami kevéssel több, mint 1,5 hektár. És azért két lépcsős, mert gondolkozunk egyrészt abban, hogy a katonai temető részét egy külön terv alapján újítsuk fel, és gondolkozunk abban, hogy ide létesítsünk egy temetőt, ahová szeretnénk egy kápolnát építeni, tehát egy temetkezési kápolnát, rendbe tenni ezt a temetőt, olyan rendbehozni olyan szintre, hogy ide bármikor el lehessen jönni, az emberek el tudjanak jönni a halottaikat meglátogatni, tehát a temetőiket meglátogatni. Na meg itt tényleg egy zarándok helyet szeretnénk kialakítani, ahol a maroshéjvízi magyarság időnként ilyen-olyan események alkalmával ki tudjanak jönni és megemlékezni tudjanak. A tervek szerint a református egyház tulajdonába kerülő temetőt hamarosan felújítják, fejfákat készítenek az elhunytak sírhantjai fölé, emlékoszlopot állítanak. Az új tulajdonos, a református egyház szeretne zarándok helyet is kialakítani a katonai temető felújításával, és azt tervezik, hogy a szomszédságában egy kis kápolnát is építenek, ahol a nemzeti ünnepeiket ülő magyarok összegyűlhetnének, közösen emlékeznének. Átadták az Én lakára vezető megyei útszakaszt. A beruházás összértéke 4.130.000 lej. Ennek 21%-át a megyei költségvetésből, 79%-át pedig az Országos Településfejlesztési Programból biztosították. A 136 B-jelzésű megyei útnak a Peszentetettőtől Én lakán végighaladva a faluki járatáig tartó 3,9 kilométeres felújított szakaszát adták át szeptember 24-én. Borbély Csaba a falu lakóinak és a környék idegenforgalmának szempontjából is nagyon fontosnak tartja a beruházást, emellett az onnan elszármazottak visszatérését is reméli hosszú távon az életkörülmények javítása nyomán, hiszen mint fogalmazott, a csend és a nyugalom az egyik legszebb érték, és bízik benne, hogy sokan, akik távol akarnak lenni a város zajától, ide, illetve haza költöznek. Sokan itt az elmúlt 50 évben, ahogy mondják a helyiek, megígérték, hogy itt lesz útszakasz. Annak örvendek, hogy végül is ez sikerült most, ha késve is, de elkészíteni, és hát a megyei tanácsunk kisfalu keretprogramának a keretében ugye ez a települést fokozatosan próbáljuk megerősíteni, a víz, az iható víznek a biztosítása, a templom, a papilaknak a biztosítása, annak a feljavítása, és most itt ezzel az úttal azt gondolom, hogy újból lehetővé tesszük azt, hogy akár innen elszármazott fiatal családok visszaköltözzenek, vagy olyanok, akik ezt a festői, csendes, egészséges környezetben képzelnék az életüket, azok itt találjanak a családjuk számára helyet és életteret, hisz Én laka egy olyan település, ahol azt gondolom, hogy büszkeség élni, és ezt a büszkeséget akarjuk mi segíteni, ezt a lehetőséget, hogy akik nem adták fel, azoknak derüljön ki, hogy megérte, és akik esetleg ide akarnak jönni, azok számára is egy lehetőségként kínálja magát ez a település.
Szőcs László polgármester Tamás Járont idézte, aki 100 évvel ezelőtt azt írta, én laka felett, a firtos lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a gondviselés. Ez szerinte most már nem igaz, hiszen fejlesztés történt, amely révén közelebb került a város én lakához. A település nagy lakossága jelenleg is mezőgazdaságból él, ahhoz képest, hogy milyen kicsi település, nagyon sokan foglalkoznak állattenyésztéssel, tehát főleg fejüstehén tartásával, és... Tehát nem jellemző munkahely, sajnos nem sok van, de most bejárni se tudtak eddig Székelykeresztúra vagy környező városokba dolgozni, de most, hogy út viszonyok alakultak, aránylag percek alatt be lehet jutni Székelykeresztúra, remélhetőleg majd lesz olyan, aki eddig ott lakott, haza fog költözni, és a lakosság ezáltal gyarapodni fog. Településről még annyit, hogy a több irányból is megközelíthető, Farkaslaka irányából, Etéd irányából, illetve a Gagymentéről, Firtos-Martonos irányából, és jelenleg egy út van, ami aszfaltos út, ez a Peszentetetőn laka közötti szakasz, tehát Székelykereszt irányából teljesen meg lehet közelíteni most aszfaltúton. Településen az elmúlt 10-15 évben egyre több a turista megszálló vendég is, meg átutazó turista is, ugyanis település híres a templomáról és a rovásírásos kazettás mennyezetről, és ennek köszönhetően, és nem csak ennek, hanem az itt élő kedvességének és vendégszeretetének köszönhetően nagyon sok turista felkeresi települést, tehát több ezer turista, úgy autóbuszok, mint kisautók, tehát hogyha nyáron az ember én lakán jár, akkor nincs olyan nap, hogy ne találkozzon turistával. Tehát vannak itt alkotótáborok, meg mindenféle más csoportok, akik eljönnek és több napot itt töltenek én lakán. 2 évvel ezelőtt a kis vízprogramban is nagy segítséget kaptunk a megyei tanácstól, ami ilyen 4,5 kilométer régi vezeték, ami az 50-es években épült, azt a megyei tanács jóvoltából ki tudtuk cserélni, amivel minden nap nagy gondunk volt, minden nap a csőszakadások, és a megyei tanács jóvoltából kisvíz program segítségével kicseréltük ezeket a vezetékeket. Szávai Márton nyugalmazott tanító történelmi pillanatnak nevezte a szóban forgó szakasz aszfaltozását, amely szerinte 50 évet késett, de az utóbbi 5-6 évben fejlődés tapasztalható. Barti Tihamir és Ince Csongor alelnökök, illetve Dancs Alpár és Koronka Attila helyi tanácsosok egyaránt úgy értékelték, hogy a térség számára rendkívül fontos megvalósításról van szó. Gál Zoltán unitárius lelkész mondott áldást a felújított útszakaszra, és kijelentette, hogy az ébredés is a megmaradás jellemzi én lakát. A beruházás összértéke 4.130.000 lej, ennek 21%-át a megyei költségvetésből, 79%-át pedig az országos településfejlesztési programból biztosították. A munkálatok magukban foglalták a teljes útszerkezet építését, alapozást, 2 réteg aszfalt leterítését, átereszek, földsáncok kialakítását, drénezést. Adásunk végén a 19. Nemzetközi Töltött Káposzta Fesztiválra szeretnénk néhány percig elvinni önöket, mindezt csak amolyan kedvcsinálóként, hiszen a látogatóban bővebb összeállítást láthatnak majd erről. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, találkozzunk a jövő héten, viszontlátásra!